Tárgyakat, játékokat ajándékozott a Szalai Közösségi Háznak az EGRI Norma Alapítvány. Az alapítvány egyike a mini projekteket megvalósítóknak. Úgy gondolták, hogy bár decemberben befejeződik a projektjük, így is segítik a szalasiakat. Igyekeztünk azokhoz az igényekhez igazodni, amit a Közösségi Ház jelzett felénk, hogy a játékok, fejlesztések során mi az, amire szüksége van a háznak, és gyakorlatilag már ez nem az első kör, mert az első körben már rengeteg kötelező olvasmányt, helyesírási szótárt, fejlesztő játékot átadtunk. Korábban is adományoztak már a Közösségi Háznak, nyáron pedig ők koordinálták, hogy ki miben tud segíteni. A Közösségi Ház üzemeltetői azt szeretnék, ha minél több olyan eszközük lenne, amivel a mini projektek lezárulta után tovább tudnák folytatni a munkát. Tévéjük például még mindig nincs. Szeretnénk azt, hogy ha lehetséges és a keretük belefér, hogy maradandót hagynának maguk után itt a gyerekeknek, hogy majd jövőre is tavasszal, akár télen, vagy nyáron, akár amikor a szabadidőben a gyerekek tudnák használni. Korepetálás, kompetenciafejlesztés, pályaorientáció, ezzel foglalkozik az EGRI Norma szalában. A nyolcadikosok jártak már a Nemzeti Kávéházban, Fodrászszalomban, most tervezik, hogy megnézik, milyen szakmákat tanulhatnak a Bornemisszában, a Kossuth Zsuzsában. Kálmán azt meséli, neki használt a korepetálás. Sokat használt is. Fent az iskolába korepetáltak történelmet, olvastunk belőle, akkor nyelvtant tanultunk, meg ilyeneket. Igen, jobbak. Hoztak projektort, hogy filmklubot is tudjanak itt indítani, író, rajz és festőeszközöket, fejlesztőeszközöket, társas és mozgásfejlesztő játékokat. Nagyon örültek a gyerekek a babzsákfoteleknek, és közösen rakták össze a csocsóasztalt. Az Európai Unió és a Magyar Állam közel 346 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott a Szala városrész megújításához. 7 civil szervezet 8 pályázata nyert, ők valósíthattak meg úgynevezett mini projekteket a Szalában. Erre összesen több mint 18 millió forint támogatást kaptak.